A bujdosó fejedelem Mikes Kelemen II. Rákóczi Ferenc kamarásának levelein keresztül ismerteti meg a közönséget a szabadságharc eseményeivel. A darabban végigkövethetjük a fejedelem életútját, és betekintést nyerhetünk a kor társadalmi és politikai viszonyaiba is. A színpadon megidéződik Zrínyi Ilona alakja is, az ő szerepét Kovács Éva Rebeka alakítja. Nagyon konkrétan folytattam olyan kutatásokat, hogy Zrínyi Ilona ki is volt valójában. És nagyon könnyű volt egy olyan nőnek a bőrébe bújni, akik hasonlított rám, és ugyanolyan elhatározó, ugyanolyan határozott egyéniség, mint amilyen én vagyok. Belsőci László rendező a darab színpadra vitelével azt a célt tűzte ki, hogy a közönség jobban megismerje II. Rákóczi Ferenc alakját. Rákóczi élete pedig sajnos még az otthoni iskolákban sem ismert annyira, amennyire szeretnénk, különösen itt a határokon túl. Ezért döntött úgy a színház, hogy a fő feladatának azt tekinti, hogy az elszakított országrészeken határon túlélő magyarság számára hozzon létre színházi előadásokat, és közvetítsen. Egy ilyen nagyszerű személyiség, akit én a magam részéről legalábbis a legnagyobb magyarnak tartok, ez II. Rákóczi Ferenc, aki ugye teljes vagyonát, egzisztenciáját és életét adta a szabadságharcért. A bujdosó fejedelem magyar kanizsai bemutatóját Ferencváros önkormányzata támogatta. Vidd el a levelet.